A sokszínűség nem érték, a sokszínűség egy tulajdonság, ezt mondta Orbán Viktor a bevándorlással kapcsolatban. A miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén arról is beszélt, hogy fake news, vagyis hamis hír, hogy átalakítanák az önkormányzati rendszert. A miniszterelnök Donald Trump elhíresült szlogenjét is magyarította, amikor kijelentette, nekünk Magyarország az első. Elmennek és elmentik, hogy nem a végeken vagytok. Így szólította meg a Megyei Jogú Városok vezetőjét a miniszterelnök, aki szerint ők a magyar demokrácia letéteményesei. Mindenkit megnyugtatott, az önkormányzati rendszerben nem lesz változás. Tehát az a veszély ebben a pillanatban, akármilyen levelet is kaptak a kis települések polgármesteri az elmúlt napokban a Jobbiktól meg az MSZP-től, hogy itt valami önkormányzati visszaépítés vagy leépítés fenyegetne a láthatatlan, az egész egyszerűen nem felel meg a valóságnak, hogy ilyen amerikás stíluson beszéljek, fake news, tehát totális képtelen, marhaság, szamárság, butaság, álhír. A miniszterelnök Trump amerikai elnök gyakran hangoztatott mondását is honosította, miszerint számunkra Magyarország az első. Ez már a migráció kapcsán hangzott el. Orbán Viktor szerint, ha a választók megtisztelik bizalmukkal, akkor 4 év múlva Magyarországról azt lehet majd mondani, hogy jól néz ki. A veszély azonban kívülről jöhet. Valami okosok kitalálták azt, hogy a sokszínűség az egy érték. A sokszínűség nem érték. A sokszínűség egy tulajdonság. Magyarországot meg kell védeni úgy, ahogy van, fogalmazott. Ki kell mondanunk, hogy nem akarunk sokszínűek lenni úgy, hogy összekevernek bennünket, a saját színünket, a saját hagyományunkat, a saját nemzeti kultúránkat, összekeverik mások, ezt nem akarjuk. Orbán Viktor szerint állandóan le akarják beszélni arról, hogy merjünk nagyok lenni. A felemelkedés a vidék nélkül nem lehetséges. Szerencsére ma már az ellenség sem vitatja, mondta, hogy az ország fejlődik. Abban viszont komoly vita van, hogy ez minek köszönhető. Az eredmény, amit a magyarok az elmúlt 8 évben ebben az országban elértek, az a magyar embereknek köszönhető, nem másnak. Orbán Viktor szerint a támogatások tekintélyes része vissza is megy az Európai Unióba, sőt, ahogy mondta, odáig is elmerészkednék, hogy keresnek rajtunk.